Balog Attilát addig kell bemutatni a kecskeméti drukkereknek, hiszen hosszú ideje rendszeres vendég a lelátókon a helyi sporteseményeken, sőt, aktívan segítkezik is több pályán a mérkőzések lebonyolításában. Attilát sporthoz fűződő viszonyáról és élményeiről kérdeztük. Ismert arcok a lelátóról indítottunk egy sorozatot a Kesporton, és te mindenképpen egy ilyen személy vagy, hiszen nagyon régóta jársz mérkőzésekre, nagyon sokan ismernek. Mi volt az első élményed, ami miatt elkezdtél sportmérkőzésekre járni? Hát az első ilyen sport élményem, ugye a KTE, mikor felkerült az NB1-be, élményem, biztos sokan emlékeznek rá, egy Magyar Kupa KTE videóton, ahol nyertünk 3-0-ra a régi Nőstadionba, és elhordítottuk a Magyar Kupa mérkőzést. A futball volt egyébként a legnagyobb szerelem, vagy más sportágak is érdekeltek már akkor? Labdarúgáson kívül szeretem a kosárlabdát, kézilabdát, röplabdát, de mindenféle sportot szeretek, amit Bács-Kiskun megyében van és létezik. Hogy és kivel mentél ki egyébként először mérkőzésre? Először is édesapámmal mentem ki mérkőzésre, nem ide, hát ide is Kecskemétre, meg jártunk föl vidékre. Ha emlékeznek a sportbarátok, hogy régen volt egy ilyen, hogy kettős rangon ül a Nőstadionban, egy Ferencváros Újpest, egy Vasas Fradi, én láttam a Törőcsiket, a Détárit, Nyilasit, Komjátit láttam játszani a Nőstadionban, és jó hangulat volt a mérkőzéseken, és ez fogott meg. De ha jól tudom, akkor az Újpest lett a kedvenc csapat végül. Igen, az Újpest, még arra is emlékszek, hogy amikor a Megyeri úton még a Weber Gyuriék játszottak bajnokságot, és itt játszottak Tiszakécskén, és én dolgoztam, és vasárnap volt a mérkőzés, és szombaton volt egy lakodalmunk, és utána egy felszolgáló gyerekkel mentünk le egy Újpest-Tiszakécske meccsre szurkolni. Most a kecskeméti sportban mely csapatok azok, akik a leginkább megmozgatnak, akiket a leginkább követsz? Hát ugye a KTE megye egyes csapatát, ugye, hogy Facebookon azért követem az eseményeit. Hát ugye, amire ki szoktam járni, kézilabda, röplabda, kosárlabda, ezekre a meccsekre, meg ugye a megye kettes csapathoz szoktam kijárni, mint technikavezető Hetényegyházára. Sokan szoktak látni téged a városban, jársz, kelsz, teszed a dolgodat, egy szatyorral a kezedbe ugye főleg. Mi szokott ebben a szatyorban lenni, illetve hát egyáltalán hogy telnek a mindennapjaid? Hát úgy, hogy ugye, amikor megyek például be a városba, ide-oda, és ugye most is például a szatyromban, majd meg fogom nektek mutatni, a női kézilabdásoknak van plakátjuk, ami most lesz vasárnap az Érd elleni meccsük, és én azt viszem olyan helyekre, amit megadtak, hogy hova kell vinni, és az van a szatyromban. Nem csak szurkoló vagy, hanem aktívan segítesz is a sportcsarnokban. Mit kell előtudni? Hát az, hogy 7 éve Csík Andrásnak segítettem először a kosarasoknak pakolni, és azóta szoktam segítkezni a csapatoknak a pakolásban. Ha tetszett a videó, iratkozz fel és lájkold Facebook oldalunkat!